estét kívánok, kedves nézőink! A jelen világunkban már régóta létezik az a szándék, ami a nemzetállamok totális megszüntetését irányozza elő, és egy világkormány hatalomra kerülését szorgalmazza. Demokratikus világunkban azonban a nemzetközi bűnözés terjedése, a terrorizmus erősödése tapasztalható, miközben évezredes tradíciók szétverése látható, teret adva egy kiszámíthatatlan, ismeretlen jövőnek, aminek a jelenben is tapasztalható lapja a félelem és a globális erőszak. Demokrácia. Felmerül a kérdés, hogy vajon tisztában van-e minden érintett a demokrácia jelentésével, vagy sem. Érdemes belegondolni, hogy 2011-ben a nyugati világ milyen demokráciát importált a Közel-Keletre, ahol ennek következtében százezrek vesztették el az életüket, és milliók kényszerültek hazájuk elhagyására. Majd ugyanezek az erők folyamatosan demokráciából oktatják Magyarországot és annak kormányát. Teszik ezt azok, akik a demokrácia nevében országokat pusztítottak el, és népeket tettek földönfutóvá. Háborúk, erőszak és világméretű bűnözés jellemzi a demokráciát importálókat, bármerre is nézzünk szét a világban. A 21. században többek között ezért is sokkal nagyobb az esély az áldozattá válásnak, mint a múltban, amiről sajnos az ezt a helyzetet előidézőket leszámítva senki sem jelent kivételt. Vendégem dr. Garamvölgyi László, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója. Vendégemmel továbbra is a 21. század emberét érintő változásokról beszélgetek. Jó estét kívánok, tábornok úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Soha nem tudjuk abba hagyni ezt a témát, mindig csak félbeszakítjuk, hisz mindig van mit beszélni a bűnmegelőzésről, ami az egyre jobban érinti talán a 21. század emberét. Az előző adásunkat a globalizáció és a bűnözés kapcsolatánál hagytuk félbe. Tábornok úr, egy picit utaljunk vissza, mielőtt tovább mennénk a mai műsorunkra. Mit is jelent a globalizáció és a nemzetközi bűnözésnek a kapcsolata? Hogyan is alakul ez? Én is illő tisztelettel köszöntök mindenkit. Ugye az a helyzet, hogy a múltkor felvázoltuk nagyjából, hogy a globalizáció és ezeknek a technológiáknak milyen veszélyei lehetnek a 21. században. Tehát ugye utaltam arra, most csak röviden összefoglalom, hogy természetesen a tudományágak fejlődésével létrejön ugye egy szingularitás, amikor bizonyos tudományágak összeolvadnak. Ez régóta megfigyelhető folyamat, és akkor ugye létrejön valamiféle új szinergia, és a kutatásoknak ugye a távlatait sem nagyon ismerjük, mert olyan lehetőségek, olyan tudományos lehetőségek nyílnak meg, amelyeknek ugye még a távlatait nem nagyon ismerjük, de ami ennél is veszélyesebb, hogy a tudományos felfedezéseknek, az új technológiáknak az alkalmazási, felhasználási területeit sem. Nyilvánvalóan nem azzal a céllal folynak ezek a kutatások, hogy ugye hoztam a Putyin példát, hogy valaki az emberiség ura legyen, bár ugye azt azért érdemes megismételni, hogy tavaly ugye november környékén az orosz elnök egy középiskolában ugye azt találta mondani, hogy akik a mesterséges intelligencia kutatásban, azok az országok élen fognak járni, vagy az életőnek, ők lesznek a világ urai, és nyomban hozzátette, hogy amennyiben Oroszország lenne ez, hogy ugye, ilyen pozíciót sikerül elérni a kutatásban, akkor szívesen megosztja más nemzetállamokkal is. Ugye a bennfentesek hozzáteszik, amennyiben Putyin ezt elmondta egy középiskolában is nyilvánosan, akkor nyilvánvalóan, vagy vélhetően Oroszország ezeknek a technológiáknak már a birtokában van. De ugye említettük azt is, hogy a globalizáció azt jelenti, hogy leszűkülnek tehát az élettér maga a bolygó egy olyan fajta teret hoz létre, amiben már nem nagyon vannak határok, nincsenek idősíkok, ami most történik a földtekel másik oldalán, azt két perc múlva megnézzük a okostelefonon is tudunk róla, ami azt is jelenti persze, hogy ez egy hirdőrpény, tehát özönlenek ránk az információk, nagyon nehéz kibogozni azt, ami nekünk szükséges, tehát bizonyos digitális csőlátás is létrejön. Érintettük a múltkori adásban ugye a hibrid hadviselést, ahol szerepe van ennek a fajta internetes agymosásnak, és nagyon számos, és számos más ugye, technikát alkalmaznak. Visszatérve a lényegre, tehát azt lehet látni, hogy az emberiség történetének a kezdeteihez visszanyúlunk, akkor létezhetett valamiféle ősközösségi demokrácia.
halvány emlékeink vannak történelmi tanulmányainkból ezzel kapcsolatban, de nekem rögtön feltűnt, hogy ugye az se volt teljes mértékben, ugye egy munkamegosztáson alapuló közösség volt, de nem hierarchia nélküli. Mert amikor kitalálták ugye a primus inter pares, első az egyenlők között, az már mégis valami különleges státusz jelentett a vezetőnek, aki rendelkezett, hogy hogy osszák el a mamutból a húst és egyebek, döntési helyzetbe került. Tehát ez már ugye nem az a fajta abszolút egyenlőség, ami nincs is, és nem is baj, a társadalmak nem így fejlődnek. A probléma az, amikor a demokrácia, ugye, és hasonló ideológiai fogalmak, de maradjunk a demokráciánál, jelzőszerkezetbe kerül. Tehát az gyanús mindig, amikor mondjuk, hogy liberális, illiberális, volt szocialista demokrácia, és így tovább, mint ahogy a diktatúránál is. Van diktatúra, demokrácia nincs, és fordítva, mint ahogy volt proletár diktatúra is. Ugye? Ami azt jelentette nagyjából, a proletáriátus gyakorolja a hatalmat, ez egy marxista filozófiai eszmerendszer, de gyakorlatilag ugye súlyos következményei voltak, tehát ugyanúgy, mint a fasizmusnak is. De nyilvánvalóan a 21. században a fajunknak, tehát az emberiségnek a jövőjét, ugye a demokráciának a működése, a működésének a minősége fogja eldönteni. Itt azért nagyon komoly ugye, veszélyben van az emberiség. Tehát amikor alapvető emberi jogokat nem biztosítanak, a jogállamiság, nagyon fontos a törvény előtti egyenlőség, ugye, és az antik demokratikus társadalomhoz visszanyúlva, ugye, az a választható, és mindenki választhat és választható, de ugye ezt is mindig félig mesélik el a görög demokráciák, ennek a bölcsője, és akkor azt gondoljuk, hogy ott tökéletesen működött minden. Hát mondjuk rögtön azzal kezdődik, hogy a nőknek nem volt szavazati joga. A férfiak megbeszélték, ugye van egy ilyen példa is, ha jól emlékszem, amikor ugye egy perzsa támadás után kiderült, hogy Athénban azért kellene valamiféle kikötőt építeni, vagy olyan műtárgyakat elhelyezni a tengerszorosba, hogy ugye a perzsa hajók egyszerűen vagy közvetlenül ne tudják megközelíteni a partot, és ilyen művi akadályokat létesíteni, de ehhez hozzá kell minden polgárnak járulnia. És ugye megtörtént ez a döntés, és konszenzus volt, de addig szavaztatták, ugye, még nem volt minősített többség, tehát szavaztak. Rögtön ugye kiderült az ellentmondás, hiszen már ott nem volt demokrácia, hogy hogyan járulnak hozzá, ugye? Vagy arányos közterhelviselés legyen mai szóval, mert a demokrácia azt jelentette, hogy a szerényebb vagy kevésbé gazdag polgárok ugye ugyanannyit fizettek, mint a gazdagok, tehát nem disztingváltak, és így tovább, tehát mai értelemben emlegetjük a demokrácia bölcsének az antik társadalmakat, de hát ez nem úgy működött. Tábornok úr, a demokráciát illetően tisztában van-e, ha csak hazánkat nézzük, vagy a nyugati fejlett világot nézzük, tisztában van-e minden ember a demokráciának a fogalmával és jelentésével? Hisz azt lehet tapasztalni, hogy a demokrácia égésze alatt, ha nem is megyünk nagyon messzire, csak megnézzük, hogy a választások után miket lehetett tapasztalni, hogy emberek ülöttek a villamosüneken, az oktogon környékén, megdobálják egyesek a Sándor palotát, ami többek között egy műemlék, és még jót is talán röhögnek rajta, és jó pofinak veszik ezt az egész dolgot, hogy tisztában vannak-e az emberek egyáltalán a demokrácia jelentésével, fogalmával, vagy pedig itt vannak olyan csúsztatások egyesek részéről, akik már a demokráciát fölhasználva gyakorlatilag teljesen más cselekményeket hajtanak végre, ami egy adott társadalomra nézve káros. Felfogásom szerint egyébként nem lehetne csúsztatni. Tehát én jogászként mindig abból indulok ki, hogy mit szabályoznak a törvények. Van-e jogszabály arra a magatartásra, ugye, és szankció, amit elkövetnek. Törvénysértés történt vagy nem. Ugye a 89 évi 3-as törvény, ez a gyülekezési törvény, amit azért már módosítgattak, de a lényeget nem változott. Hozzáteszem, abban az időben az európai
formátumú törvény volt. Miközben ugye beszéltünk a demokráciáról, hát 1990-ben ugye volt egy rendszerváltozás előtte, amit úgy apostrofáltak, hogy szocialista demokrácia, nem ugye szabályozták törvénybe. Azt az alapjogot, amiről ugye az előbb a demokrácia kapcsán említettem, hogy a gyülekezéshez való jog, a szólásszabadság és így tovább. Ugyanolyan alanyi jog alkotmányban, ugye, vagy alaptörvényben szabályozott jogok, az élethez való jog és így tovább, emberi méltósághoz, ez emberi jogok egyetemes nyilatkozata, vagy ha ez nincs is, ugye Angliában nincs írott alkotmány, de azért jól működik, de a szokásjog alapján, ugye ez, a demokráciában ez nem lehet kérdés. De a demokrácia, ugye visszatérve vagy válaszol a kérdésre, az nem anarchia. Tehát a demokráciában ugye mindenki gyakorolhatja a jogait, de ezek a jogok tételes formában ugye megfogalmazottak és deklaráltak, ugyanúgy, mint a szankciórendszer. Tehát, hogyha valamit elkövetünk és az büntetendő, akkor a szankció nem maradhat el. Éppen ezért ugye a gyülekezési törvényre utalva tudjuk azt, hogy be kell jelenteni 72 órával, nagyon szűk körben egyébként, nagyon helyesen a jogalkotó annak idején is úgy látta, lehet megtiltani, a hatóság nem is vizsgálhatja egyébként a célját ennek a demonstrációnak, de hozzá tartozik az, hogy benne van a törvényben is, hogy a rendezőknek, a szervezőknek kell ugye elsősorban a rendfenntartásért megtenni a szükséges intézkedéseket, és ezt hivatalból ugye a hatóságnak, a rendőrségnek biztosítani kell. Na most ugye mondtam ezt az idő intervallumot, de van egy másik, és nem csak a bejelentés, hanem hogy azt is be kell jelenteni, hogy mettől meddig tart, és várhatóan mennyien lesznek rajta, de ez nem mindig szokott pontos lenni, nem ezzel van a baj, az időtartammal. Tehát elvileg, azt mondom, ha szigorúan nézzük a jogszabályt, akkor azt kell megállapítani, hogy egy tüntetést 5-től 7-ig bejelentenek adott helyszínen, akkor 7 órakor el kell menni. Sőt, ugye a törvényben az is benne van a szervezőknek, hogy a tömeget fel kell szólítani, és meg kell jelölni az elvonulás irányát is. Látjuk azt, hogy ezt nem mindig tartják be. Az egy más kérdés, hogy, és ez szakmai kérdés, nem tudom megítélni, vagy nem vagyok abban a helyzetben, hogy megítéljem, hogy akkor rögtön szankcionálni kell, vagy föl kell osztatni, és így tovább. Mindenesetre figyelmeztetni azért nem árt a szervezőket, hogy lejárt az idő. Az egy más kérdés, amit ugye említ az oktogon és így tovább, annak jogalapja nem. Nem volt vagy nincs, vagy ha lesz még ilyen, akkor nyilvánvalóan nem lesz, hiszen ugye térben és időben teljesen elválik, hogy beszéltünk ugye az alapjogok gyakorlásától, ez már nem nevezhető annak. Tehát itt nem csak a demokrácia, szabadság, anarchia, tehát ezek a fogalmak keverődnek, hanem a jogok gyakorlása sem ugye jelenthet más embernek a jelentheti más embernek a jogainak, vagy a törvénynek a megsértését. Ugye a szabadságjogokról rendszeresen beszélgettünk. Bár lehet, hogy az amerikai alkotmány ugye borzasztó egyszerűen fogalma, hogy az egyén joga addig terjed, még más állampolgárnak a jogait nem sérti, vagy veszélyezteti. Ez is lehet egy felfogás, de ha már ugye ezt ilyen mélyen bontszolgatjuk, akkor vissza kell térni, ez egy biblia eredetű meghatározás. Tehát én azt mondom, hogy zavar van a fejekben, a demokrácia az természetesen a jogoknak a gyakorlását és a kötelességek. Ugye ezt a 21. században az európai ember kezdi elfelejteni, hogy kötelezettségei is vannak. Ez is tételes norma. Nem azt jelenti, hogy ebből anarchikus állapotok keletkeznek. Tábor, akkor ez lett volna a következő kérdésem, hogy a demokráciában, ahol jogok vannak, és mindenki előszeretettel szajkozza a jogait, hogy neki ehhez, meg ahhoz, meg amahhoz is joga van, miért tűnik el a felelősség, a kötelesség és a kötelezettség kérdése? Tehát azt lehet tapasztalni, hogy mindenki azt szeretne csinálni, ahhoz kedve tartja. Én a saját civil vállalkozásomban folyamatosan azt tapasztalom, már pedig nekem jogom van, ezt szinte minden nap meg lehet hallani, de amikor van egy bizonyos feladat, ahol a kötelezettsége, felelősséggel tartozik valamiért az illető egyén, ezt olyan mélyen eldugják a szőnyeg alá söpörve. Mi állhat ennek a háttérében, hogy a demokráciában a jogokat emelik ki általában, míg a kötelezettség és a felelősség vállalás szó szerint eltűnik. De ezt ugyanúgy mindenki elvárja a másik embertől. Igen, ez a faj, a rasszra jellemző tulajdonképpen, ugye messzire vezet most a törzsfejlődésnek ezen szakadzai
ezen szakaszait boncolgatni, de az ősközösséget ugye említettem, mert ott azért elhibázták a dolgokat. De az állammá szerveződött társadalmak, ugye, ami a jóval utána van a evolúciós fejlődésünkben, állammá szervezett társadalmakban azért ott már kialakult egy hierarchia. Tehát hierarchia. Igazándiból azt kell mondani, hogy a nagy birodalmak is mindig hierarchikus rendszerbe jöttek létre. Tehát nem nagyon voltak ugye olyan nagy demokratikus, vagy olyan berendezkedésű nagy államok, talán az Egyesült Államokat kivéve, de az is egy 200 év, ugye, tehát 1776 a Jeffersoni nyilatkozata úgy létrejött, de igazándiból ugye mindig a hierarchikus társadalmak voltak, a nagybirodalom, a római birodalom, perzsa birodalom, de akár a brit birodalom is, ugye hát egy királyság volt, és ez borzasztóan terjeszkedett. És azt kell mondanom, hogy ha ezeket, hogy hol kapott Gellert ez a fajta demokrácia értelmezés, ezeket jól ki lehet mutatni a fejlődés történetében az emberiségnek. Ugye? Amiben persze óriási szerepet játszottak, ugye a világégések, a világháborúk, a helyi konfliktusok és így tovább, vagy a darwini szelekciós folyamat. Tehát amikor ugye eljutottunk addig, hogy az egyik törzs a túlélését kiirtotta a másik törzset. Minden ezek kimutathatók. De maga a faj, az emberi faj az ilyen sajnos. Azt kell látni, hogy működik egy pszichológia ismeri, egy énelhárító mechanizmus, ami talán olyan genetikai kód, mint a létfenntartás vagy a fajfenntartás, amikor ugye próbáljuk polasztani a mi felelősségünket. Tehát akkor rendezett személyiségében ugye az egyén, hogyha a fékek és ellensúlyok optimális esetben működik. Tehát én tudom azt, hogy bár hozzátartozik, a kontrollfunkció, a cselekedeteknek a kontrollfunkciója sem működik. 25 éves korára fejlődik ki az embernek a homloklebenye. Tehát akkor tudja azt, hogy amit én elkövetek, azért tehát amit az jogsértés, hogy valamilyen normát sért, erkölcsi normát, szokásjogot, vallási normát és így tovább, és ha ez a kontrollfunkció kifejezik, akkor látja, hogy ezért büntetés jár. Tehát itt picit visszatartó erőnek működne, de mondom, ez egy fiatal felnőttnél elvárható, de nem mentesül az sem, ugye, aki még ennél fiatalabb, mert ez egy ilyen tudományos megfogalmazása, és nem a hétköznapi élet, mert ott azért más kihívásokkal szembesülünk. De amit mondtam az előbb, hogy természetesen a jogokat azt mindenki szereti érvényesíteni. Ugye? És a társadalmak, vagy a nemzetállamoknak ez a fajta egyensúlya kellene, hogy az egyénbe is létrejöjjön és működjön, hogy a kötelezettségek, nem beszélve hogy a bűnmegelőzésről, vagy a prevenciós szemléletről, vagy az ökoszisztéma védelméről, ugye, tehát elveszük a természeti népek azért tudtak nagyon sokáig fönnmaradni, mert a természetből csak annyit vettek el, és lehetőség szerint vissza is potolták, amire szükségük volt a létfenntartásukhoz, ugye? Tehát ez egy létszervezési kérdés, hogy egy társadalom hogyan fog működni, és hogyan bánik a közvetlen környezetével, az energiájával, a természeti erőforrásokkal, és így tovább. Tehát az édes vízkészletek ugye azok végesek, hála Istennek a Kárpát-medencében elég bőségesen van, de ezzel sem lehet felelőtlenül bánni. Én látom azt, hogy azért itt is a felelősség kevésbé érvényesül az egyén szempontjából, arra nem is beszélve, hogy más energiaforrásokat is ugye, kezdünk kimeríteni. Mi lesz ezután? Tehát a felelősség például azért terjedhetne addig is, hogy egy picit előre látunk. Ez a felelősség ugye nem csak a természet vagy a jövő, hanem a nemzetünkért is egy felelősség az unokáinkkal, hogy a gyerekeinkért, arra nem is beszélve, hogy rossz mintát mutatunk. Tábornok úr, ebben a nagy demokratikus világban, amelyben élünk, azért meg lehet tapasztalni és látni lehet az, hogy különböző országokban, ha valaki olyan cselekményt mer elkövetni, akkor elég határozottan és keményen oda tud ütni a törvény. Létezik olyan távol-keleti országból a repülőtérre, a főváros repülőtérre ki van írva, hogy ha kábítószert találnak nálad, akkor meghalsz. Ez gondolom nem véletlenül van kiírva, belépő annak az illető társadalomnak, aki mondjuk kábítószer kereskedelemmel szeretne foglalkozni, hol a demokrácia van. Ezzel szemben ugye a nyugati világban pedig mindenki úgy gondolja, hogy azt tehet és azt tesz, amit akar. De magára a demokráciára, maga a globalizáció milyen hatással tud lenni? Hisz azt tudjuk, hogy a globalizáció a nemzetközi bűnözésnek a melegágyává tud válni, és sokkal könnyebben tud a nemzetközi bűnözés is terjedni.
szaporodni, és mégis hogy lehet a kettőt összehangolni? Tehát mennyire nehéz akár a bűnmegelőző szerveknek a feladata, vagy akár egy adott országban, mondjuk Magyarországon az egyén feladata, hogy ebben a demokratikus, de globalizálódó világban el tudjon kerülni bizonyos cselekményeket, és ne váljon áldozattá. Hát ezek a kérdések, most, amit itt feszegettünk, ez egy kötetet megírnének, hogy nagyon messzire vezet. Tehát ugye a halálbüntetés, a kábítószer ugye, fogyasztásért és a kereskedelemről, ez egy külön kérdés. Azt kellene megvizsgálni, hogy a büntetés szigora mennyire visszatartó erő. Én nem hiszek abban, hogy a végtelenség lehet szigorítani a büntetést, mert pár évvel ezelőtt, vagy körülbelül 12-13 évvel ezelőtt jártam Kínában, és ott elmondták Pekingben, hogy még havonta ott azért vannak a Tiananmen téren ugye kivégzések, a kábítószer dílereket végzik ki. Miközben ugye egy-két tartományba elmentem, és ott elmondták az előjárók, a főkapitány, és ez nem tart vissza semmi. Ugye az közvetíti a televízió, hogy kivégeznek ott embereket. Mondom, ez 12-13 évvel ezelőtt volt, nem tudom, de hát ugye vannak olyan államok, ahol nem csak a repülőtérre van kiírva, hanem mindenhova, és ki is végzik ugye a kábítószer kereskedőket, de kérdés az, hogy mennyire hatásos a drogprevenció. Tehát nem valószínű, hogy ezzel visszatartja, vagy komplexebb intézkedések. De ugye mondom még egyszer, ez a kérdésfelvetésnek, vagy az összefoglalása ennek az egész problémának az első része, hogy a büntetés súlyossága, vagy annak elkerülhetetlensége az igazi visszatartó elő, vagy a kettő kombinációja, ugye? Tehát azért a végtelenség nem lehet. Halálbüntetésnél már súlyosabb nincs. Amerikában lehet, hogy azt mondják, hogy kétszeres halálbüntetésre ítélnek valakit, és még 300 év. Hát ez ugye ami nálunk nagyon nehezen értelmezhető. A másik, ugye, ami nagyon izgalmas ebben a kérdéshalmazban, hogy a globalizáció és a nemzetközi szervezet bűnözés. Ezt is érintettük, csak ugye most elfelejtettem ezt kiemelni, vagy az előbb nem emeltem ki, hogy a nemzetközi szervezet bűnözés malmára hagyja a globalizáció a vizet. Ugye a legveszélyesebb, és ezért gondolom azt, hogy ugye most az előbb beszéltünk a hierarchikus társadalmakról, hogy most is a 24. században is van egy ilyen törekvés, hogy egy centrális erőtérben, egy homályos szervezetben létrejövő világkormányban éljünk, és ugye el lehet képzelni, hogy akkor nemzetállamokkal mi lesz. Tehát ugye visszatérve a nemzetközi szervezet bűnözési globalizáció, tehát most azt a veszélyt látom, amikor egy kriminális triász jön létre. Tehát a nemzetközi szervezet bűnözés ugye az évek óta működik. Itt nyitok egy zárójelet, és szerényen jegyzem meg, hogy még évekkel ezelőtt egy másik műsorban mi beszélgettünk arról, két vagy három éve, hogy ugye a migráció az nem más, mint a szervezetbűnözésnek ugye az extra profitja. Most látom, hogy nyugat-európai döntéshozók, de máshonnan is, nagyon tekintélyes szakemberek is ezt elismerik. Nem akarom állítani, hogy erről mi beszéltünk először, de nekem akkor is már meggyőződésem volt. Tehát a nemzetközi szervezetbűnözés a pénzhatalmi nagy tőke, ugye, ahol már látom annak a jeleit, bár fényesre polírozzák annak a technikát, hogyan lehet ugye a bűnös úton szerzett javakat ugye különböző vállalkozásokon, agregátor szervezeteken is ugye eltüntetni, de a szervezetbűnözés is, és ez a fajta hát szürke galléros pénzhatalmi nagy tőke, de itt dollármilliárdokról van szó, és ugye a korrupt nemzetközi politika összefonódik. Ez a három, ugye ez a kriminális triász a legveszélyesebb. Ma már ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ide a homlokára van írva, hogy egy ilyen, van rengeteg ilyen film, egy szervezet bűnözőnek, hogy ő bérgyilkos, tehát borzasztó nehéz a felderítés, különösen ebben a digitális világban. De mondom még egyszer, hogyha ez a három csoport összefonódik, az a legveszélyesebb. A világkormánynál ezt látom megvalósulni, tehát hogyha bármi áron és a nemzetállamok csökönyös ellenállása ellenére is létre akarják hozni, akkor ez a legveszélyesebb szövetség. Tábor, akkor 2,5 percünk maradt hátra. Egy kérdésre maradt időn, lehet, hogy nem is tudja megválaszolni ezzel a 2,5 perc alatt a kérdést. A világkormány létrehozóinak, akiket szándékozzák megvalósítani, jól jön a globalizáció és a globalizáció általi nemzetközi bűnözés terjedése? Mindenképpen jól jön. A világkormánynak minden jól jön, ami amortizálja a nemzetállamokat.
Tehát én nem tudom, hogy az emberiség mikor fog visszatalálni a damaszkoszi útra, csak nagyon kevés az idő, ez biztos. Tehát nem akarom sötétre lefesteni a képet, de hát sajnos nem rózsás. Azt kell látni, ugye, és beszéltünk már Kissingerről, ugye ő 2 éve írta az Új Világrend című, hát ez a könyvnek a címe is az Új Világrend, amiben ugye ezt a világkormányt erősen forszírozza, bár ugye nem említi, hogy hol lenne ennek a központja, de nyilvánvalóan az Egyesült Államokban, de ő nyíltan kimondja, hogy a ma, a 21. században a világban létrejövő konfliktusoknak azok a csökönyös nemzetállamok az okai, akik nem akarnak betagozódni ebben a homályos szerkezetű intézményrendszerét, még kisin dolgozva ennek a virágkormánynak, bár ő hozza ezeket a példákat, hogy milyen jól működik, már közel ugye 60 éve az ENSZ, a Világbank, az Interpol, tehát vannak ilyen transznacionális szervezetek, ugye, de ez nem azt jelenti, pontosan az ellenkezőt jelenti, ezek a szervezetek ugye a nemzetállamoknak az együttműködését fogják össze. Hát ez a lényeg, az Interpol ugye, vagy a Europol, az a nemzeti rendőrségnek a munkát hangolja össze, és nem ugye rosszan sokan azt gondolják, hogy valami különleges nyomozottság, nem, egy organizációs szervezet, de eszük ágába sem volt annak idején, ugye, hogy ezt a, ugye, hát ha megszüntetik a nemzetállamokat, akkor ez lehetetlen, akkor hogy működnek a nemzeti rendőrségekkel együtt. De ezek azért rossz példák, mert nem a nemzetállamoknak a felszámolása irányul. Tehát olyan szintű lenne ez a fajta asszimiláció, mondom, egy ilyen homályos, ki nem dolgozott intézményrendszerben és hatalmi struktúrában, ami azzal járna, hogy ugye területi, megszűnne a nemzetállamoknak területe, nyelve, kultúrája, identitása, önállósága teljes mértékben, sajnos. És ez egy komoly veszély. Azért mondom, hogy a damaszkoszi útra vissza kell találni, de remélem, hogy azért a józan ész, ahogy a rómaiak mondták, az győzelemeskedik. Tábor, akkor elfogyott a műsorodon, ki visszaveszem öntől a szót, innen fogom folytatni önnel egy következő műsorban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.